Szociális rezsitámogatás, bérleti díj kedvezmény a vállalkozásoknak, ezt a javaslatot tette múlt csütörtökön a pécsi Fidesz frakciója. Hétfőre találkozót hívott össze a baloldali frakciók részvételével, hogy megvitassák a javaslatot. Azonban nem jött el senki a városvezetői oldalról. Vélhetően egyébként a szociális rezsitámogatásnak és a bérleti díj kedvezmény tárgyalásánál fontosabb ügyekben szolgálják a pécsiek érdekeit a mai délelőttön. De ma nem is hallhattam az ő álláspontjukat és az ő érveiket, vagy ellenérveiket. Jövő héten kedden egész biztosan fogom hallani, hiszen ezt a javaslatunkat, ezt most a héten be fogjuk terjeszteni a pécsi közgyűlés elé, és a jövő héten, szeptember 20-án tartandó pécsi közgyűlésen ezt meg kívánjuk tárgyaltatni. Csak a nagy nyilvánosság előtt megalázott és lemondott egykori DK-s alpolgármester jött el a találkozóra. Bogdán Szilviának megköszönte Csizmadia Péter, hogy megvitathatták a javaslatot. Hogy miért jöttem el, ez azt gondolom nem kérdés. Én eszméletlenül hiszek a vitában, a párbeszédben, és mivel baloldali embernek tartom magam, és ebben az ügyben a középpontban az ember áll, akkor nekem itt a helyem. Pécsen nem csak itthon kell érezni magunkat, hanem otthont kell éreznünk magunk körül. A képviselő szerint el kellett volna jönniük a baloldali politikusoknak, legalábbis akik szabadon megtehetik ezt. Vannak olyan képviselőtársaink, akiknek van munkahelye a képviselőségen kívül, őket feloldozom, mert lehet, hogy 3 munkanap alatt ezt nem lehetett megoldani, vagy nem rugalmas a munkaidejük. Azok azonban, akik a baloldali frakciókban ülnek, és nincs egyéb elfoglaltságuk, és vissza sem jeleztek, hogy nem tudnak itt lenni, ez szerintem ebben a szituációban egy fekete pont részükre. Bognár Szilvia úgy véli, hogy egy több 10 milliárdos költségvetésű városban megvalósíthatók ezek a javaslatok, mint ismert 100 millió forint körüli összegbe kerülne, ha a legszegényebb pécsiek rezsijéhez és a kisvállalkozásoknak a városnak fizetett bérleti díjához járulna hozzá az önkormányzat.